Megérkeztünk, felség. Ez a Föld nevű bolygó. Ez a galaxis most már az enyém! Minden ellenségem börtönben, csak Jubi herceg menekült a Föld nevű primitív bolygóra. Menjetek, és hozzátok ide! Benji, 10. rész. Elegem van belőled. Kutya, négy lábú, emlős, csak ezen a bolygón honos. És mire jó? Labdáért szalad, elhozza az újságot, meg erre. Írta Ray Parker, rendezte Joe Camp. Biztos egy foci labdát se tudna eltalálni. Ne félj tőle, dobd már, Marty! Mi lesz, Marty? Rajta, dobja! Dobja! Benji, mit keresel itt? Ha Dax küldött, mondd meg neki, hogy most nem érek rá. Majd később elmegyek a katalógusért. Bravo, Jubi! Gyerünk! Én ezt nem hittem Utálom, hogy egyfolytában parancsolgat Zax. Csináld ezt, csináld azt, vetkőzz le, ideje lefeküdni. Elég volt, sokkal kellemesebb a barátaimmal játszani a parkban. De fenség, engem arra programoztak... Én herceg vagyok, te csak egy droid. Nem vagyok a szolgád, te pedig nem vagy a mamám. Így igaz, fenség, de ha valódi hercegi akar válni, és visszatérni az Antarszra, hogy a népét a fel... Ó, nem értesz semmit, igaz? De fenség, várjon! Mindent megpróbáltam, Benji. De hát nem lehetek anyja helyett, anyja. Úgy látszik, ez a meghibásodás komolyabb, mint gondoltam. És ez az állandó vitatkozás a herceggel csak tovább rontja a helyzetet. Na hát, elhoztad a katalógust az elektronikai áruházból. Köszönöm, Benji. Lehet, hogy hamarabb szükség lesz rá, mint gondoltam. Úgy vélem, hiába is keresnénk Antarszi javítószolgálatot ezen a bolygón. Már csak ez lesz az. Ez beteges ugyan, de megteszi. Ha összekapcsoljuk a 1491-est és a Z-alfa 202-est, azzal helyettesíthetjük a központi irányító egységemet. Na, hol is a pénzes köcsög? $14 és 2 centre lesz szükség. Találsz borítékot a katalógus végén. Fogytál az erőm. Talán jobb lesz, ha itt megvárlak. Ez az elrablott csip teljesen legyengít. Kifújjon magam a mögött, a bokor mögött. Menj el a boltba, és vidd el ezt a borítékot. Itt megvárlak. Mi van, kutyuskám, eltévedtél? Mindenkivel előfordulhat, nem igaz?
Mi az ott nálad? Jé, a mi borítékunk. Rendelni akarsz valamit? Na jó, mondd meg a gazdinak, hogy ki fogjuk szállítani ma délután. Mint beszélek. Már is felírom. Marge, nem akarod látni a legújabb kuncsaftunkat? Eltűnt. Na, a hátizsákja is. Az lehetetlen. Ha igazán szeretnél, nem vitatkoznál velem annyit, és hagynád, hogy azt tegyek, amit akarok. Unom már, hogy úgy bánsz velem, mint egy taknyos tölyökkel. Tudok magamra vigyázni. Találkozunk 7 év múlva az űrhajónál. Viszontlátásra. Benji, itt hagyod bennünket. Én pedig olyan gyenge vagyok. Jaj, Benji, fogalma sincs arról, mennyi veszély leselkedik rá, főleg, ha egyedül van. Mi lesz, ha Xanu vadászai rátalálnak? Új, Benji, meg kell találnod. Aj, hogy az éhőm én nem tudom. Sajnálom, Jubi, bárcsak segíthetnék, de én is csak nemrég kaptam saját szobát, amikor a bátyám mentlakásos lett. Próbálkozz a többieknél. Értem, értem. Ha meg állás kéne, nemrég láttam egy hirdetés a park melletti biliárdklubban. Mosogató fiút keresnek. Túl fiatal vagy, de talán menni fog. Végül is kimegy el mosogatni, nem igaz? Na, szia. Mosogató fiút keresünk. Elnézést! Elment az eszedöcskös. Nem, uram, maga itt a főnök. Még hogy ő a főnök. Nem ért semmilyen sem, csak a biliárdhoz. Meglátod, mihez értek, még ha nem fogod be. Az öreg Kelly ez a kócerály. Mit akarsz tőle, ha? A hirdetésre jöttem. Túl fiatal vagy, nem gondolod? Már ne haragudjon. De hány év kell ahhoz, hogy el tudjak mosni egy edényt? Hé, játszunk, vagy mi lesz? Nem fognád be. Az utolsót meg kell ismételnem emiatt a nagy okos miatt. Az öreg Kelly nem sokára visszajön. Ha itt meg akarod várni, állj félre az útból, megértetted? Búcsút mondhatsz a pénzednek, Johnny fiam. 8-as a sarokba, pupák. Tudnám, hogy csinálod, Earl. Én kifújtam. Köszi, öcsi. Viszlát a következő fizetéskor. Az utolsó ütésig azt hittem megverem. Szerencsés flótás. A szerencsének itt nincs szerepe. Igen. Na, lássuk, hogy csinálod. Nagy okos. Ami igazán lényeges, az a lendület és az erő aránya. Elemi geometria. Hé! Hey! Gyertek már, nézzétek, hogy csinálja a kölyök! Igazán nem nagy dolog. Ugyanaz a szabály érvényes minden mozgásban levő gömbre.
Hiába látom, nem tudom elhinni. Na, mit mondtam? Tűnés, Johnny. Majd mi elbeszélgetünk a filmjel. Nem, szó se lehet róla. Én fedeztem fel, nekem is jár a részem. Johnny. Saját anyátoktól is elvennétek az utolsó centjét, ugye? Vigyázz, fiú, ezek cápák. Mi az a cápa? A cápa? A cápa nagyon kedves ember, aki a szívén viseli a sorsod. Tudod, mit mondok, öcsi? Igazad volt abban, amit a mosogatásról mondtál. Mi az, hogy? Ki ne értene ahhoz? Te viszont tudsz valamit, ami sokkal, de sokkal hasznosabb, mint edényeket mosogatni. Tudod, mit kéne csinálnod? Megtanítani másokat biliárdozni, ahogy te tudsz. Mit szólsz hozzá? Tetszik az ötlet, de előbb állás kéne, hogy legyen pénze menni valóra. Á, az nem probléma. Pénzt is kapnál a tanításért. Ugye most is éhes vagy? Bud, hozd ide a legnagyobb hamburgert, amit csak találsz. Én fizetem. Köszönöm. Szívesen. Egy cápának. Mi jutott eszedbe, Earl? Á, semmi. Pénz, hírnév, Big Eddie. Big Eddie? Megőrültél? Bud, fiam, Big Eddie elnyerte minden dollárunkat, amit csak kerestünk. Igaz vagy nem igaz? Mi tartozunk neki, ő tartozik nekünk. Bemutatom a díjbeszedőnket. Herceg négy lábúja. Nem hiszem, hogy az. Én is azonosítottam. A herceg se lehet messze. Parkoljatok le és tartsátok szemmel a négy lábút. A hármas oldalra. Elnézést, Mr. Earl. A valószínűség számítás szerint annak az esélye, hogy ez sikerüljön, 15,7 az egyhez. Annak viszont, hogy a hetes golyó bemenjen a sarokba, sokkal nagyobb a valószínűsége 3,3 az egyhez. De ha kissé jobbra perdíti, a fehér golyónak vissza kell jönnie mondjuk ide. Azzal pedig óriási lesz a hármas golyó esélye, 1,7 az egyhez. Kezdem bánni, hogy belevágtam. Igaza van, Earl. Tudom, tudom, ettől még nehezebb elviselni. Ha nem mersz, nem is nyersz, Earl fiam. A hármast kellett volna. Több mint egy éve annak, hogy utoljára itt jártam. Lepusztultad nem is lehetne. Nem a magam jó szántából jöttem. Azért remélem, hogy nem jöttem hiába. Még hogy hiába? Nem kaptad meg az üzenetet? De igen. Ostobán hangzott, nem gondolod? Ostobán? Nem értelek, Big Eddie. Azt mondják, van itt valaki, aki képes elnyerni az összes pénzemet. Pedig tudhatnátok, hogy senki sincs ebben a városban, aki ilyesmire képes volna. Hát lehet, hogy tegnapig így volt. De mára megváltozott a helyzet. Én itt senkit se látok, csak titeket, meg ezt a kölyköt. Hol az a mesterlövész? Kérvényeznem kell, hogy ide jöjjön, vagy mi? Lassan a testtel bégedi. Legjobb lenne, ha velem jönnél, és szépen megbeszélnénk a dolgot. Légy türelemmel néhány percig. Csak ellenőrizni akarjuk, hogy ő cápa-e. Nem baj, addig gyakorlom egy kicsit a triplag ellen. Nem. Azzal elszúrnád. Megzavarnád a csendet. Csend kell ahhoz, hogy ellenőrizzük. El ne felejtsd, egy hangot se. Na, Big Eddie? Mibe fogadjunk, hogy van valaki, aki meg tud verni? Amennyi pénzed csak van, fiacskám.
Itt tücsörögjünk egész nap? Nem. Menjetek és hozzátok ide. Mi értelme lenne? Rákapcsoljuk az elektronikus manipulátort. Átprogramozzuk, hogy... A manipulátort emberekre tervezték, és nem négy lábúakra. Még felfordult tőle. Na és? Mit vesztünk azzal? Látja? Csak arra kell törekednünk, hogy felhasználjuk a szöggeometria és a röppályamechanika törvényeit. Hogy azt tegyük ezekkel a golyókkal, amit csak akarunk. A sarkot nézze! Fiacskám, van fogalmad arról, hogy mibe kerül ez nekem? De aranyos kiskutya, Méri. Nézd, milyen fura emberek azok a fekete ruhások. Hé, hey, bácsi, már rég elmúlt a farsang. Ostobák. Azt hiszem, nem tetszett megérteni. Én csak meg akartam tanítani a bácsit játszani. Igazán? Most én tanítalak meg valamire. Egy ilyen kisrácnak semmi dolga a biliárdteremben. Apámtól mindig azt hallottam, hogy ne állj le játszani, ha nem tudsz veszíteni. Fofa befa fej. Figyelj ide, Edi, nekünk semmi közünk ehhez. Bejött ez a srác és ki akart állni veled. Gondoltuk, nem csinálunk rosszat, a fogadást ajánlunk. Fogadást? Nem is tudtam. Először is. Adjátok vissza a pénzemet. Aztán majd ellátom. Várj egy kicsit, Big Eddie. Képzeld el, mit hozhat ez a kölyök. Ha együtt... Ez meg mi? Az ördögbe szereztétek ezt a cuccot. Ide a fiút. Csak nem gondolod, hogy elviheted? A srác az enyém. Ha akarod, elviheted a kutyát. Azt mondtam. Ide a fiút. Ki nem állhatom, ha valaki védtelen gyerekekkel szórakozik. Akkor ülj le. Kapd el. Se oszcilláció, se hangjelek. Ez nem működik. Jaj, Zax, nagyon sajnálom. Igazad volt mindenben. Tudod, Benji, apám helyett apám volt. A legjobb droid a világon. És én sosem mondtam meg neki. Sose tudta, hogy mit érzek iránta. Jaj, Benji. Benji! Benji! Törékeny, elektronikai alkatrészek. Zaxnak? Fenséghet visszatér? Igen, Zax. Úgy látom, te is. Mindketten Benjinek köszönhetjük. Hogy érzed magad? A körülményekhez képest nem túl rosszul.
És hogy érezte magát fenséged a nagyvilágban nélkülünk? Ahogy előre láttad, azt hiszem. Zax, igazán csodálatos vagy. Bocsáss meg azért, amit mondtam. Azt hiszem, fenséged is csodálatra méltó. Én pedig csak segíteni szeretnék, hogyha visszatér az Antarszra, ne legyen olyan, mint az egyszeri billiárdjátékos, ugye? Aki, mint errefelé mondják, egyszer se tud penetrafálni. Mi olyan mulatságos? Csak tudnám, de nem értem, tényleg mi olyan mulatságos? Ez képtelen, állnak és nevetnek rajta, na hát ez aztán sokkal jó volt. Hát ez tényleg mindenek a teteje. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Magyar hangok. Pálog Gábor, Usztics Mátyás, Trokán Péter, Perlaki István, Varga T. József, Farka Zsuzsa, Gáti Oszkár. Fényképezte Jerry Kelevé, zene UL Box. A magyar változat munkatársai Sarodi Tibor, Kósa Endre, Popper Éva, Fényi Márta, Sóstari Cságnes, Juhász Anna.